Üdvözlöm a kedves nézőket, Molnár Gyöngyivel beszélgetek az Ivon Burgundi Hercegnő című előadásról, illetve az élményeiről. Szervusz Gyöngyi! Szia! Ugye, ha jól tudom, a Ciprián megformáló Pásztor Tiborral ti egy párt alkottok. Engem nagyon érdekel az, hogy tehát a munkafolyamat véget ére, hogy kiléptek a színházból, vagy haza is viszitek a munkát. És otthon is meg szoktátok mondjuk beszélni a karaktereket, vagy mondjuk a szerepformát. Szerintem ez elkerülhetetlen, ha valaki pláne egy párról beszélünk. És együtt dolgozunk, nyilván otthon is szoktunk, igen, átbeszéljük, eszmét cseréljük. De azt gondolom, hogy egészséges szinten vagyunk ezzel, tehát azért túlzásban nem visszük. De igen, hát, úgy adódik, akkor tanácsok, vagy megkérdezzük a másikat. Mert nem először lát téged a Váci közönség, ugye a Cselédekben is szerepeltél többek között, illetve most ez az Ivon Burgundi Hercegnő. Kicsit beszélj nekem a darabról, hogy hogy érzed benne. Hát nagyon más világ, mint amihez mi szoktunk, tehát látszik, hogy egy másik kultúra és egy másik színházi világ az övék rendező és a felesége alá. Úgyhogy egy teljesen új világot hoztak be, számomra ismeretlen világot, ami egyrészt ugye izgalmas is, másrészt meg nehéz. És nyilván nem csak most arról beszélek, hogy a nyelvi akadályok, hogy nem beszéljük egymás nyelvét, hanem egyszerűen az a fajta formai világ, meg nyelvezet, amit ők akarnak látni, és próbálnak velünk megéreztetni, az azért nem nagy egyedül a kettőre. Az én karakteremet szeretem, szerintem egy igazán jópofa dolog tud belőle születni majd a premieri, reméljük megszületik. Amire már ugye nincs olyan sok idő. Amire már nincs sok idő, azt hittem azt mondta, hogy amire már nincs sok jegy a premierre. Hát azt is mondhatnám, hogy nincs reméljük. Sok jegy rá, igen. De hogy nekem ez a, mondjuk egészen kis szeretem van bennem, de hát ott egy ilyen közel jóban nagyobb menő, mert ők végig dolgozzák, az első felvonásban veszek színen, de hogy mondjam, ez nekem most olyan, hogy sok-sok kis puzzle-t kapok, amik egy-egy mankó a rendező részéről, de úgy érzem, hogy ez nekem kell kirakni. Sok sikert kívánok a pászlődéshez. Neked is, Gábor kolléga. Köszönöm szépen. És kedves nézőink, tényleg nincs más sok jegy, szóval igyekezzenek, november 28-án pedig találkozunk itt a Váci Dunakanyar Színházban. Köszönöm szépen.